Ábrahám pedig imádkozott Istenhez, és meggyógyította Isten Ábiméleket, feleségét, szolgálóit, úgyhogy ismét szülhettek. Ábrahámot a félelem vitte rá a hazugságra. Bár igazat mondott, de nem a teljes igazságot mondta el. Hallgatott arról, hogy Sára nem csak húga, hanem felesége is. Végül minden tisztázott Abimélekkel. Miután Ábrahám mindent elrendezett, nem maradt benne az önvádnak szikrája sem. Ezért tudott imádkozni Abimélekért és családjáért. Az Úr pedig gazdagon felállt imádságára. Én is kegyelmet nyert bűnös vagyok. A méltatlanság tudata nem akadályozhat meg abban, hogy az elbukottakért imádkozza. Felelős vagyok másokért, ezért imádkozom értük.